Agrárfejlesztés új logisztikai központot adtak át Nyírvasváriban. Sikeres program, 4 éve indult Nyíregyházán a Tanítsunk Magyarországért. Évbőrrel megúszta, cápák közé ugrott a Mikulás az állatkertben. Új agrárlogisztikai központot adtak át Nyírvasváriban. A 350 négyzetméteres raktárbázis és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiség 200 millió forintos támogatásból épült meg. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. Az új központ a helyi gazdálkodóknak és a közmunkaprogramban megtermelt élelmiszerek tárolására is alkalmas lesz. Az átadó Nagy István agrárminiszter azt mondta, az ilyen fejlesztések erősítik a vidéket és hozzájárulnak ahhoz, hogy a fiatalok helyben maradjanak. Először mindig vetni kell, hogy majd sikeresen lehessen aratni. Fogalmazott Hornyák János, nyírvasvári polgármestere az uniós forrásból megvalósult agrárlogisztikai központ átadó eseményén. A település életében jelentős szerepe van az agráriumnak már generációkra visszamenőleg. A gazdáknak hatalmas segítség lesz, hogy a megtermelt takarmányt mostantól el tudják tárolni hosszabb, rövidebb időre is, kivárva akár a kedvezőbb eladási árakat. Az Európai Uniós támogatásból valósult meg ez a beruházás 196,6 millió forint értékben, és nyilvánvaló, hogy amint mondtam is, a településünk mindig is mezőgazdasági vonalon tevékenykedett. A helyi gazdákat kívánjuk ezzel támogatni, hiszen nekik lesz majd itt lehetőség arra, hogy betárolják a terményeiket, és majd később, amikor egy kicsit jobb anyagi kondícióval tudják értékesíteni, akkor innennel tudják szállítani. A térségben ebben az uniós ciklusban 127 pályázat valósult meg, mintegy 25 milliárd forint értékben. Itt a raktárcsarnokon belül 350 négyzetméter alapterületű raktárbázis és 70 négyzetméter kiszolgáló egység jött létre. Emellett 700 négyzetméternyi út épült. A helyi gazdálkodóknak és a közmunkaprogramban megvalósuló termesztésnek is fontos pillére lesz ez az agrárlogisztikai központ. Ez nem egy egyszerű terménytároló, ez egy agrárlogisztikai központ. Ez lehetőséget ad a gazdáknak. A közmunkaprogramban termelést végző önkormányzatoknak, hogy itt a terményt tárolhassák, és jobb piaci körülmények között pedig piacra dobhatják. Nyírvasvári jeleskedik a közmunkaprogramban, hiszen itt 4 fóliasátorban évről évre gyönyörű terményeket állítanak elő, terményeket termelnek, kiváló minőségű paradicsom, paprika, zöldségfélék, amit a térségbeli konyháknak értékesít az önkormányzat, és ennek egy bázisát adja ez a logisztikai központ. Ez mintegy 200 millió forintba került ez a fejlesztés, és reméljük, hogy ezáltal a település megtartó képesség egy kicsit javulni fog. Fontos, hogy a fiataloknak olyan jövőképe legyen, ami itt tartja őket, fogalmazott az átadón az agrárminiszter. A tárcához érkező források mértéke kimagasló, és bizakodással töltheti el a gazdákat. Fontos, hogy a források úgy hasznosuljanak, hogy azok a vidék megerősülését szolgálják. Mitől fontos, mert csak azt gondoljuk, hogy egy terménytároló, de hogyha egy kicsit kiebontjuk a kérdést, akkor már is látjuk, hogy mennyire gazdasági versenyképességet növelő hatása van. Hiszen kivesszük azt a kényszert a rendszerből, hogy a megtermelés pillanatában kell értékesíteni magát a terményt. Ehelyett tudjuk raktározni, tudjuk időzíteni a legjobb piaci viszonyok között értékesíteni. Tehát ugyanból a termékből magasabb jövedelem származhat. És ez egy nagyon-nagyon fontos, hiszen mindenki pénzből él, mindenki számolja azt, hogy mennyi jövedelme keletkezik egy adott tevékenységből, és ezek mind-mind azt segítik, hogy a helyi gazdaság hogyan tud erősödni. Hiszen ide a legkisebb termelő is, és a nagyobb termelő is elhozhatja a terményt. Sőt, az önkormányzat közmunkaprogramjából előállított termények is helyet találhatnak, és úgy várhatják azokat a kedvező piaci folyamatokat, amelyből nagyobb jövedelmet tud szerezni. A nagyobb a jövedelem,
akkor többet lehet költeni, többet lehet az életünk minőségére fordítani, tehát egyszerűen egy életszínvonal javulást eredményez, helyi gazdaság erősödése viszont a megmaradást segíti, hogy olyan jövőkép alakul ki az itt élőkben, hogy érdemes itt maradni, érdemes itt tervezni Nyírvasváriban jövőt. Nyírvasvári jeleskedik a közmunkaprogramban, hiszen 4 fólia sátorban termelnek évek óta kiváló minőségű zöldségféléket és gyümölcsöket, amelyeket értékesítenek is a térségbeli konyháknak. Ennek egy bázisát fogja mostantól adni ez a logisztikai központ. Írásos szerződéssel erősítették meg a Vármegyei Önkormányzat és a Józsa András Múzeum további együttműködését. Eddig is számtalan program és esemény mögött állt közösen a két szervezet. A mostani megállapodással a jövőbeni munkát előlegezték meg. Még tavaly húsvétkor nyitották meg a Sóstói Múzeumfalu Tóri Istváni csűrjében azt az állandó kiállítást, ami a Megyei Értéktárbizottság 150 darabját mutatja be. Ez is egyike azoknak a közös programoknak, amely a már élő kapcsolatot mutatja a szervezetek között. Az írásbeli megállapodás 4 oldalú, a Vármegyei Önkormányzat, a Vármegyei Értéktárbizottság, a Józsa András Múzeum és a Sóstói Múzeumfalu között jött létre. Erről tartottak sajtótájékoztatót. Egy létező együttműködésről beszélünk, amely az intézmények jellegéből is fakad, hiszen hogyha a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárról, vagy a Vármegyei Önkormányzatról beszélünk, vagy akár a Sóstói Múzeumfaluból, akkor azt hiszem, hogy mindenkinek a vármegyei örökségnek a megőrzése az egyik fontos eleme, amely megjelenik az intézményekben, másrészt pedig a kultúra, az örökségeink ápolása, az értékeink őrzése, és ennek keretében már valóban rengeteg olyan programot valósítottunk meg, amelyel akár a Sóstói Múzeumfaluban helyben, kapcsolódva akár egy rendezvényhez, vagy bármilyen más programhoz, vagy akár pályázatok megvalósításával, amelyből kiemelném például a Hungarikum pályázatot, amelyből sikerült megvalósítani a Sóstói Múzeumfalu területén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Értéktárnak a fizikai helyszínét a Jánkmajtusi portán, vagy akár közös megjelenéseken, például legutóbb az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon a Sóstói Múzeumfalu és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Értéktár közösen jelenített meg egy standot, ahol bemutattuk a vármegyénk értékeit, kincseit, tehát rengeteg olyan program van már mögöttünk, amelyet közösen valósítottunk meg, viszont nem volt még ez formális megállapodásba öntve, és úgy gondoltuk, hogy mind igazgatóasszonnyal, mind igazgatóral, hogy szeretnénk ezt megerősíteni egy írásos dokumentummal, amelyen reméljük, hogy egy újabb lendületet, és talán magunk felé is egy elkötelezettséget, egy még nagyobb köteléket tudunk kialakítani, amelynek a fő motivuma, még egyszer kihangsúlyoznám, a kultúra és az értékeink őrzése és ápolása. A szoros szakmai összefonódás nagy öröm a Sóstói Múzeumfalu számára is, hangzott el a tájékoztatón. Legalapvetőbb az, hogy a Hungarikum pályázatból életre hívott értéktár kiállításunk folyamatosan bővül, vállaltuk azt, hogy mint kiállító hely biztosítjuk a bemutatását a megyei értéktárban szereplő elemeknek, ezt évről évre bővítjük, illetve olyan programokat hozunk létre, mint például az Értékes Napok, amiben idén a Beregi Tájegység volt a vendégünk, Baracsi Endő elnök úr volt a házigazdája a rendezvénynek, jövő évben is lesz majd egy értékes napunk, amikor egy másik tájegység másik értékeit fogjuk bemutatni, tehát vállaljuk azt, hogy mind kiállításban, mind programokban az értékeket előtérbe helyezzük. Az együttműködést a megállapodás ünnepélyes, sajtó nyilvános aláírásával pecsételték meg a szervezetek. Miniszteri elismerő oklevelet vehetett át Bulátko Attila, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal foglalkoztatási, foglalkoztatás felügyeleti és munkavédelmi főosztály közfoglalkoztatási osztályának vezetője. Az elismerést a közfoglalkoztatási programok megvalósításában, koordinálásában, végrehajtásában több mint egy évtizede nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenysége, elkötelezett lelkiismeretes munkájáért kapta. A szakembernek Réti Pál közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár adta át az oklevelet a Belügyminisztériumban. A Nyíregyházi Egyetem 2019 óta vesz részt a Tanítsunk Magyarországért programban, ma már 9 vármegyei iskola 200 hátrányos helyzetű diákjának segítenek a mentorok. A Nyíregyházi Egyetemről 28 hallgató, míg a Debreceni Egyetemről 6 hallgató vesz részt a programban. A területért felelős kormánybiztos hétfőn tartott nekik előadást Nyíregyházán. A mentorok hetente korepetálják a gyerekeket, igyekeznek számukra kinyitni a világot és megmutatni, milyen lehetőségeik vannak a továbbtanulásban.
Stúdió látogatás a Kölcsei Televízióban. Néhány évvel ezelőtt mi is csatlakoztunk a Tanítsunk Magyarországért programhoz, így azok között a vállalatok között vagyunk a Vármegyében, akikhez ellátogatnak a Nyíregyházi Egyetem mentorátjai. Minden fél évben vállalatlátogatásokat szervezünk a gyerekeknek, pontosan azzal a céllal, hogy lássák azt, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésükre a továbbtanulásukat követően. Így az egyik kiemelt partnerünk az a Kölcsei Televízió, amire olyan nagy volt az érdeklődés, hogy már most harmadik időpontot is kellett kérnünk, de emellett az Alföldi Nyomdával van kapcsolatunk, a Nyíregyházi Repülőtérrel, és természetesen a város, illetve a megye számos középiskolájával és kollégiumával, így próbáljuk őket felkészíteni a továbbtanulásra, ami kiemelt célja a Tanítsunk Magyarországért programnak, hogy a gyerekek ne morzsolódjanak le, és hogy minél sikeresebbek legyenek a továbbtanulásba, illetve hosszú távon a pályaválasztásban. A Nyíregyházi Egyetem 2019 óta vesz részt ebben a programban, ma már 9 vármegyei iskola 200 hátrányos helyzetű diákjának segítenek a mentorok. A Nyíregyházi Egyetemről 28 hallgató, míg a Debreceni Egyetemről 6 hallgató vesz részt a programban. A területért felelős kormánybiztos tartott hétfőn nekik előadást Nyíregyházán. A Tanítsunk Magyarországért programban idén is 1000 egyetemista mentorált több mint 4000 általános iskolást, olyanokat, akik jellemzően nem hagynák el a településük határát addig, amíg iskolát nem váltanak, tehát középiskolában nem mennek általános iskolából. És ez az oka annak, hogy ők egyébként jellemzően, hogyha nem foglalkoznának velük egyetemista mentorok, akkor lemorzsolódnának középfokon. Az országos statisztikák szerint több mint a felük 54%-uk nem végez középfokon. Ezért hoztuk létre a Tanítsunk Magyarországért programot, és ezért kértünk meg egyetemistákat arra, hogy foglalkozzanak általános iskolásokkal, mutassák meg nekik 6., 7., 8. korukban a településükön túli világ izgalmait, a továbbtanulási lehetőségeket, a munka lehetőségeket, a kikapcsolódási lehetőségeket. És ez a program működik itt a Nyíregyházi Egyetemen is, és a Nyíregyházi Egyetem egyébként az első négy egyetem között csatlakozott a Tanítsunk Magyarországért programhoz, és azóta is osztopos tagja a programnak, és nagyon hálásak vagyunk az itt oktató tanároknak, és a kurzust és a mentorálást felvevő egyetemistáknak, hogy foglalkoznak azokkal a gyerekekkel, akiknek így sokkal nagyobb az életesélyük arra, hogy szakmát szerezzenek, vagy ha a képességeik engedik, akkor tovább tanuljanak az egyetemen, és aztán a munkaerőpiacon elhelyezkedve a jéghátán is megéljenek, önmagukat és családjukat is képesek legyenek eltartani. A program azon kívül, hogy megismerteti a gyerekeket a továbbtanulási és pályaválasztási lehetőségekkel, kulturális és szórakoztató programokat is kínálnak nekik. Nem mindennapi látványossággal várták a hétvégén a családokat a nyíregyházi állatkertben, a parkba ellátogatott a Mikulás is, aki, ha már ott volt, úszott is egyet a cápák között. A mutatványt épp bőrrel megúszta, így ma este a szokott módon keresheti fel a házakat, hogy megajándékozza a jó gyerekeket. Pingvinek, Mikulás sapkás zsiráf és más állatok fogadták a látogatókat szombaton a nyíregyházi állatparkban. Programokkal teli nagy Mikulás kalandra várták a kicsiket és a nagyobbakat már második alkalommal. Nagyon izgatottan vártuk ezt a napot, több hétig készültünk rá, rengeteg programmal és rengeteg érdekességgel készültünk a látogatók számára, úgyhogy reméljük, hogy mindenki jól fogja magát érezni a mai nap. A bejárat mellett naponta többször is különleges buborékshowt élvezhettek a gyerekek egy másik télanyó jóvoltából. Az igazán nagy duranáshoz sem kellett messzire menni, az óceánáriumba kalauzolt el minket a hóember bőrbe bújt sajtó szóvivő. Itt a figyelmes látogatók hamar kiszúrhatták a Mikulás ruhát a homoki tigris cápa medencéjénél. Ahhoz azonban, hogy a Mikulás megmutassa teljes valóját, a gyerekeknek komoly feladatot kellett teljesíteniük. Akkor énekeljetek neki! Télapó itt van, hó a subája, jég a cipője, leng a szakálla, zsák-zsák, tenisák, piros alma aranyák. Az éneklés elérte a célját, rénszarvas és szánkó helyett békatalpa merült a Mikulás ruhás búvár, a közel 3,5 méter hosszú, több mint 170 kg-os Joker mellé. A termetes tigris cápa azonban nem riasztotta meg a Mikulást, vidáman integetett mindenkinek, a lelkes gyerekekkel pacsizott is, amiről persze sorra készültek a fotók és videók.
Bátor volt a Mikulás és a Krampusz? Igen. Te bemernél menni? Nem. A Bóver Mikulás mellett szárazföldi télapú is várta a gyerekeket a Viktória házban. Szervusz, na hogy hívnak? Izabella. Ú, de szép neved van, Izabella. Hanyadikos vagy te az iskolán? Másodikos. És szeretsz tanulni? Igen. És jól is tanulsz? Igen. Akkor büszkék rád a szüleid, ugye? Igen. Jaj, hát egy minta gyerek vagy, ez minden szülő álma. Izabella sminkes asztalt kérte Mikulástól, és rajta keresztül a Jézuskától is. A fiúk pedig focilabdát szerettek volna. Azonban voltak olyan gyerekek, akik ettől sokkal kevesebbel is beérnék. Tényleg csoda kezd történni a szülők és a gyerekek lelkében is, meg a szívében is. Egyre több gyerek nagyon reális és nagyon egyszerű, szép ajándékot kér a Jézuskától. Tényleg csak három vagy nem tudom hány példát mondhatok. Volt olyan gyerek, aki naposkát kért és szivárványt, semmi mást. Ennyit kért. Kétszer megkérdeztem, hogy ő neki ennyi kell. Ő úgy szeretne szivárványt látni, és a napocskát is süssön. Már évszázadok óta kíséri figyelemmel a Mikulás a gyerekeket, és nem szokott megfeledkezni a nyíregyházi állatpark lakóiról sem. Nekik is jutott ajándék ezen a különleges napon. Az aranykezű tamarinok és a szomszédságukban élő rokonaik, a császárbajszú tamarinok is Mikulás sapkában kapták meg a legfinomabb falatokat. Itt az állatpark 35 hektáros területén 5000 állat él, és az nem titok, hogy amellett, hogy a vendégek most különféle programokban vesznek részt, folyamatosan az állataink is meglepetéseket kapnak. Most épp ezekben a pillanatokban a papagájuk kaptak finomságot, de a főemlősök sem maradnak ki a csemegékből. A gyerekek mosolyának nem csak a Mikulás örült, hanem a Hótündér is, aki a nap során kétszer is megajándékozta koncertjével a nyíregyházi állatpark látogatóit. Ajándékot hoz a Mikulás a dízeles autókkal közlekedőknek is, szerdától 6 forinttal lesz olcsóbb a gázolaj, a benzin ára most nem változik, a csökkenés után a 95-ös benzinért átlagosan 577 forintot, míg a gázolajért 598 forintot kell fizetni. Négyes karambol történt hétfő délután Nyíregyháza és Nagykálló között. Egy személy gépkocsi az úttesten megcsúszott és frontálisan ütközött egy terepjáróval, majd egy harmadik személy gépkocsi és egy kis teherautó is a sérült járműveknek csapódott. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, majd a rendőrségi helyszínelés után megszüntették a közúti akadályt. A nyíregyházi sportuszodában mutatta be a pályafutásáról készült könyvet Nagy Viktor. A világ és Európa bajnok olimpiai bronzérmes vízilabdakapus elmondása szerint azért kezdte országos körútját Nyíregyházán, hogy ezzel is inspirálja az Aquaese fiatal pólósait. Közös fotó az edzőkkel és a gyerekekkel, és persze a dedikálás. Hétfő késő délután nagyon sok fiatal vízilabdázó volt ott a nyíregyházi sportuszoda előterében, várva, hogy találkozzon Nagy Viktorral. A 2 évvel ezelőtt visszavonult kapus pályafutásáról most jelent meg egy könyv, amely a Ma nem címet és a Szőnyi úttól Tokióig Így láttam a kapuból alcímet viseli. 10 éves korom óta vízilabdázok, és nagyon gyorsan elment, de igazából 1 évvel ezelőtt voltam itt Nyíregyházán legutoljára, és az is nagyon gyorsan elment. Úgyhogy örülök, hogy újra itt lehetek, és hogy itt nyithatjuk meg az első ilyen úgymond roadshow-t. Nyíregyháza kicsit azért áll közel hozzám, mert nagyon jó munka folyik itt, és körülbelül 2 éve ismertem meg a vezetőséget, és azóta árgus szemekkel nézem a munkásságukat, és le a kalappal. Úgyhogy azért szerettem volna, hogyha első helyszín Nyíregyháza, hogy kicsit még inkább halljanak róluk. Az Aquaese, én úgy gondolom, nagyon jó munkát végez itt, és jó itt lenni.
Az Aqua SE elnöke nagyon örült annak, hogy a világ és Európa bajnok, olimpiai bronzérmes korábbi kapus Nyíregyházán mutatta be a kötetet a közönségnek. Az Aqua Sport Egyesületnek ez egy óriási nagy elismerés, hogy Viktor úgy gondolta, hogy a könyvbemutatójának az első állomása Nyíregyházán lesz. Ennek az indoklása tulajdonképpen az ő szájából, ha elhangzott, az volt, hogy azt az utánpótlás munkát, amit itt Nyíregyházán képviselünk, ő ezzel próbálta értékelni és díjazni, és ezt külön köszönjük, hogy tényleg elsők között lehetünk az elsők között. Nagy Viktor jelenleg nem dolgozik a magyar vízilabdában, a tengeren túlon igyekszik kamatoztatni tudását. Hát egy 4 hónapja kiköltözöm a családommal Amerikába, Kaliforniába, San Joséban élünk. Voltak hírek, amik kicsit így negatívra lettek hangolva. Ezt megcáfolnám annyival, hogy nagyon jól érezzük magunkat, és nyilván voltak nehézségek, de szuper. Szuperül el vagyunk, nagyon jó közegben vagyunk vízlabda edzőként. Első számban kapus edzőként, és emellett segítem a klubnak a munkásságát. Most több mint 400 gyereket oktatunk, és szeretnének fejlődni, és ebbe próbálok nekik még segíteni. A nyíregyházi rendezvényt követően még 5 vidéki és 2 budapesti helyszínen találkozhatnak a fiatal vízilabdázók és a szurkolók a 143-szoros válogatott kapussal. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Új agrárlogisztikai központot adtak át Nyírvasváriban, a 350 négyzetméteres raktárbázis és a hozzátartozó kiszolgáló helyiség 200 millió forintos támogatásból épült meg. Az új központ a helyi gazdálkodóknak és a közmunkaprogramban megtermelt élelmiszerek tárolására is alkalmas lesz. Az átadó Nagy István agrárminiszter azt mondta, az ilyen fejlesztések erősítik a vidéket és hozzájárulnak ahhoz, hogy a fiatalok helyben maradjanak. A Nyíregyházi Egyetem 2019 óta vesz részt a Tanítsunk Magyarországért programban, ma már 9 vármegyei iskola 200 hátrányos helyzetű diákjának segítenek a mentorok. A Nyíregyházi Egyetemről 28 hallgató, míg a Debreceni Egyetemről 6 hallgató vesz részt a programban. A területért felelős kormánybiztos hétfőn tartott nekik előadást Nyíregyházán. A mentorok hetentekor repetálják a gyerekeket, igyekeznek számukra kinyitni a világot és megmutatni, milyen lehetőségeik vannak a továbbtanulásban. Nem mindennapi látványossággal várták a hétvégén a családokat a nyíregyházi állatkertben. A parkba ellátogatott a Mikulás is, aki, ha már ott volt, úszott is egyet a cápák között. A mutatványt ébőrrel megúszta, így ma este a szokott módon keresheti fel a házakat, hogy megajándékozza a jó gyerekeket. December 5-én kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, nem sokára időjárás jelentés, friss információkkal pedig holnap este is várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Kedden éjszaka marad a maihoz hasonló borús idő, de eső nem várható. A hőmérséklet -1 és +2 fok között alakul. Szerdán napközben borult ég mellett csapadék nem valószínű, a hőmérséklet -1 és +4 fok között lesz. A hét folyamán marad a borult időjárás fagypont körüli éjszakai hőmérsékletekkel, csütörtökön várható havazás.